Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, hogy Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Testvéreim, vannak az életnek bizonyos pillanatai, amikor úgy gondolom, hogy érdemes megállnunk. Megállnunk és odafigyelnünk életünk ezen pillanataira. Ilyenek a születésnapok, a névnapok, vagy valami olyan családi esemény történés, ami meghatározza az életünkben. Még ritkábbak viszont azok a nagy ünnepek, amikor szintén úgy gondolom érdemes megállnunk egy pillanatra és belegondolni az életünk titkába. És egy ilyen pillanathoz érkezett most ez a falu is ezen a mai napon, hiszen a legelső írásos emlék alapján 700 esztendeje. Itt élünk, itt él a hőseink ezen a helyen. Persze tudjuk jól, hogy már a bronzkorban is éltek itt emberek, és tudjuk jól, hogy jelképes ez az idő meghatározásunk, az első írásos bejegyzéshez igazodunk, nyilván éltek előtte őseink. Mégis fontos megállnunk egy pillanatra és belegondolnunk abba, hogy 700 éve fönnáll ez a település. Nyilván ez a ünnepi szentmise hálaadás. Hálaadás minden kegyelemért, amelyet az Istentől kaptunk. Hálaadás őseink tevékenységéért, amelyel eltáltak itt, ezen a vidéken, ezen a településen. Gondolunk itt aztán egészen a közvetlen hozzátartozóinkra is, akiket szerencsénk volt személyesen ismerni. Gondolunk itt minden elhunytunkra, aki itt nyugszik e templom falai környékén, hiszen a temető körül öleli templomunkat. Hosszú idő ez a 700 esztendő. Érdemes megállnunk és belegondolnunk napjainkba, és talán egy picit érdemes a jövőbe is nézni, hogyan alakítsuk a holnapot, amit még az Isten rábízott. Hálát adunk minden jóért, könyörgünk az Istenhez, az ő további kegyelméért, és kérjük az ő irgalmasságát bűneink miatt, hiszen mulasztásainkkal, vagy rossz cselekedeteinkkel is meghatározzuk azt a személyes emberi környezetet, amely körülvesz bennünket. Tudjuk azonban, hogy az Isten irgalmas hozzánk, és ha bocsánat kérünk, akkor a Jóisten megbocsátja bűneinket, és erőt ad arra, hogy újra kezdjük. És újból és újból megújítsuk életünket, megújítsuk közösségünk életét is. Ezekkel a gondolatokkal kezdjük a mai ünnepi szentmisét, 700 éves jubileás falunk ünnepi szentmisét, és a mai szentmise szövegeket Szent László király ünnepéről vettük, hiszen tudjuk azt, hogy hétfőn lesz Szent László napja, és a mai ünnepi együttlétünket azzal folytatjuk itt a háladó szentmise után, hogy a településnek a régi kápolnájához közösen kivonulunk, és ott felújítottuk ezt a régi kápolnát, köszönet ezért az önkormányzati polgármesternek, és ott elhelyeztük Szent László mellszobrát, hiszen a dokumentációk szerint Szent László tiszteletére emelték ezt a régi kápolnát. Most felújítjuk azt, megszentelem a Szent László táblázó szobrot és az egész kápolnát. Legyen ez ennek a településnek egy gyöngyszeme az azt körülvevő parkban, és tudjuk azt, hogy ez a kő létesítményét azért az falunk szimbólumává lett. Most ott egy Szent László szobor mellett egy kis imádságos hely is készül, ahol mink is napról napra megállhatunk egy-egy fohászért könyörögni az Úrhoz, illetve azért az itt átkelő idegenek, vendégeknek is módjuk lesz majd megállni, és egy fohászt Szent Királyunkhoz osztálunk
elimádkozni. És hogy ezekkel a gondolattal kezdjük most a mai ünnepi szentmisénket, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vehessünk részt a szentmisi áldozaton. Gyónó. A mindenható Istennek és nektek testvéreim, most sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szedőtelen Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazó nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Szent László királyt érdemeiért és közbenjárására őriznek minket minden rossztól,
és vezess a boldog örök életre, ami ő Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. A hívőinek az Úr megmutatja az igaz utat, föltarja előtte Isten országa, és megtanítja a szentek tudományára. Megadja a munkáját, és gazdagon megutalmazza a hadakozását. Emberi teszi és oltalmazza az armatolótól, aki kiposztaná. Bőséget ad neki, megvédi ellenségeitől, megoltalmazza üldözőitől. Kemény harcében nekítetje a győzelmet, hogy belássa, mennyire hatalmasabb a bölcsesség mindennél. A bölcsesség nem hagyja az igazat akkor sem, ha elárulja, hanem megszabadítja gonosztottól. Elkísír a börtönben, belemár a bilincsekben is, végül uralomra segíti, és oltalmat nyújt neki, zsarnok elnyomóval szemben. Kimutatja azok alnoksággal, akik őt gyalasztak, neki pedig örök dicsőséget ad. Örök dicsőséget ad a Isteni, ez az Isten igéje. Istennek legyen hal! Szent László királyunknak,
aki hősiességével, bölcsességével az, aki kiemelkedik, nem csak termetével, de állítólag egy feljel magasabb volt, mint a többiek, szóval kiemelkedik a magyar királyok körében, és hamarosan Szent István első keresztény királyok után azért az ő keze munkáját is talán mindannyian a szívünkben hordozzuk, hiszen keménykező uralkodó volt, aki oltalmazta az országot, és komoly törvényekkel megszervezte és irányította nemzetünk életét. Szeretném felajánlani ezzel a Szent Misével a falu közösségét is, az ő oltalmába, és az ő ő képét, az ő arcát ábrázoló szoborral, ezt a újból találkozhatunk községünk régi templomában, kápolnájában is. 700 esztendő, picit belegondol az ember, akkor ez olyan talán, amikor magas hegyre megy fel az ember, és élvezi és csodálja a gyönyörű panorámát, de azért azt is tudjuk, hogy a magasban, én nem tudom ki, hogy van vele, de én úgy vagyok, hogy én ott könnyen meg is szédülök. De van egyfajta kis téviszony az emberben. Szóval ez a 700 év, ez is egy olyan azért nagy időintervallum, amiben talán egy picit bele is szédül az ember, hiszen nem tudjuk igazán, meg, hogy mondjam, nem igazán megragadható a számunkra, mert ekkora távolság. Sok-sok nemzedéknyi ez az idő. Mégis, amikor így belegondolunk, végig gondoljuk, hogy mi minden történhetett itt, akkor érdemes arra gondolnunk, hogy lám azért az Isten értetni akar bennünket. Testvéreim, most, amikor így a falunak a jubileumát ünnepeljük, azt gondolom, hogy érdemes belegondolnunk a közösség jelentőségébe. Miért is él közösségben az ember? Most nem a biológiai háttérről szeretnék beszélni, azt is lehetne, hanem a lelki közösségről szeretnék szólni. Nekünk embereknek fontos az, hogy hogyan vagyunk együtt. Amikor valahol elkerül az ember egy-egy új és idegen társaságban, akkor hát rögtön azzal kezdik az ott élők, hogy no, emberfia, mutatkozz már be. És akkor nyilván az ember elmondja a nevét, de a neve mellett mindig megkérdezzük, hogy na és honnan jöttél? És én azt gondolom, hogy talán napjainkban nem is szoktunk figyelni erre a kérdésre, hogy honnan jöttél, abban az értelemben, hogy amikor ugye választ adunk, akkor mindig egy helyi közösségnek a nevét adjuk meg. Én például Kunszentmártoni vagyok, ha megkérdezik, hogy de honnan jöttél, mert ott születtem, ott nőttem föl. Ugyanúgy, akik most itt vagyunk, azt mondjuk, hogy hát Isten mezeéről való vagyunk. Jó, ezt tudjuk, hogy csak a bemutatkozás, de az, hogy honnan jöttél, ez egy súlyosabb szellemi jelentést is hordoz, testvéreim. Mert nem csak a nevünk, hanem az a környezet, amiben fölnőttünk, az meghatározó a számunkra. És igenis, ez a mai napig így van, hogy akkor megnézzük, hogy ki honnan való, valamit hallunk, valamit beazonosítunk az ott élő közösségről. Ugye Isten mezeikeknek is ugye megvan a sajátosság, úgy, ahogy minden falu lakójának megvan a sajátosságuk. Ugyanis a saját személyis történetünk kibontakozását befolyásolja az a szellemi környezet, az a közösség, ami hordoz. Én úgy érzem, hogy ugye nagyon elindividualizálódott a mai ember szemlélete. Tehát csak azt nézi a mai ember, hogy én vele mi van, én vele mi történik, én mit akarok, nekem mi lenne a jó. Erre ma már nyugodtan kimondhatjuk, hogy egy egészen beteges szemlélet.
nem az én ki vagyok az igazi kérdés, hanem hogy mi hogyan vagyunk együtt. Ez az igazi kérdés, mert az ember személyes kibontakozásának az egyik meghatározója az a szellemi közösség, akikkel együtt élünk. Szóval nagyon fontos lenne újra felértékelni a pici közösségeket, testvérek, a társadalmunkban. És tudjuk azt, hogy az emberség legkisebb egysége az a család, férfinak és nőnek az életszövetsége, amely Isten rendelése szerint gyümölcsöző is lehet, amikor helyet adnak az új életnek, és gyermekeiket fölnevelik. És tudjuk azt, hogy a szűk család, tehát férfeleség szövetségéből azért kinyúl egy nagyobb család, a rokonságon. A mai világban a rokoni szálakat is nagyon hamar elvárjuk. És már nem úgy vagyunk együtt rokonok, ahogy azt régebben tettük. És a következő egység, amire még kevésbé figyel oda sajnos a mai ember, az pedig az a falu közösség, vagy városi közösség, amiben élünk. És az is kellene, hogy roppant meghatározó legyen közösségünkre nézve. És nyilván ugye a magyarságtudatunk, az emberség iránti ragaszkodásunk, amely azért Istenhez köt bennünket, ezek is nagyon fontosak. Azaz fontos, hogy milyen vallásban értelmezünk saját életünket. Látjuk azt, hogy Magyarországon ez is az enyészetnek indult. Pedig ez még a mai modern demokráciában sincs így. Ugye most érezzük a bőrünkön, hogy az amerikai kultúrának a lehengelő hatását Európára. De azért tudnunk kell, hogy Amerikában is, ha valaki valamit a közéletben tenni akar, az első lépés, hogy meghatároz a saját vallását. Mert ahogyan gondolkozom, azt leginkább a vallásukban mondjuk ki. A vallástalanság az valamilyen mértékig az embertelenség irányába vezeti az egyén és a közösség életét. Ezt már a történelem bebizonyította. Tehát nagyon fontos, hogy saját öntudatunkat helyesen építsük fel, és ebben a legmeghatározóbb a vallási öntudata egy-egy közösségnek, hogyan kötődik a világ teremtőjéhez, az Istenhez. A vallásunk után pedig a nemzettudatunk meghatározása a következő lépés, mert az emberiség nagy családja számára azáltal vagyunk azonosíthatók, hogy milyen nyelven beszélünk, milyen szellemi közösséghez tartozunk. Látjuk, hogy szegény magyarságunk sorsa azért a múlt században megpecsételődött, mert országokat szanaszét szedték idegen hatalmak. Sajnos a magyarságunk sorsa roppan módon kiszolgáltattatott a történelem útvesztőjében. Elveszítjük területeinket, elveszítjük identitásunkat, és látjuk azt, hogy magyarságunkon belül is megoszthatók vagyunk, ami nem jellemző, egy igazi. Egy helyesen élő nemzet az önmagában nem hasonlik meg, egy helyesen élő nemzet nem oszlik szét pártokra, irányokra, mert a nemzettudat az egy erősebb és sokkal lényegesebb kötődés, mint a nemzeten belüli hatalom megszerzésnek a módja. Tehát a magyarságunkban nem volna szabad összeveszünk egymással. Ez is megtörtént az elmúlt esztendőben. Tehát egy roppant, szellemben egy roppant lehetetlen, erkölcsön egy roppant lepusztult nemzet vagyunk most itt a Kárpát-medencében, amiből ideje lenne már magunkhoz térni. Tehát a vallásunk és nemzet tudatunk helyes értékelése, ez nélkülözhetetlen. És ez az egész csökkültől megvalósulni, testvéreim, hogy az a közösség, ahol élünk, és ez az a település, ott is megtanulunk egyformán, egységben gondolkozni. Mert az egész, akár a vallási tudat, az, akár a nemzeti tudat, a konkrét megvalósultságában az a helyi közösség életében történik.
És ezeket a helyi közösségeket kellene tehát nagyon komolyan megerősítenünk, hogy egy összetartó közösségé, egy egymásról gondoskodó közösségé tudjunk válni. Mert akkor mer az ember családot alapítani, a saját családját biztonságban tudhatja. A biztonságot a család önmagában nem tudja megvalósítani, mert ahhoz nagyon pici. Ahhoz egy nagyon összetartó közösségre van szükség. És ez a település. Ez az a falu, vagy város közösség, amiben élünk. Akik együtt vagyunk, akik minden nap látjuk egymást, akik közös munkahelyeken dolgozunk, összeköt bennünk az élet és a szükség. Jó lenne ennek igazi értelmet és súlyt adni az életünkben. Ezért örülök ennek a mai ünnepnek, mert ez is egy fontos lépés lehet. Annak irányába, hogy még inkább átéljük ide tartozásunk és önazonosságunk tudatát. Igen, mi, akik itt vagyunk, itt élünk már 400 éve, ezen a vidéken, ebben a településben. Ez, ami Istennek szentelt templomunk, vagy az a kis kápolna, mely őseink hagyományát őrzi a számukra, amelynek most megfelelő tiszteletet adunk a magyarokat. Szóval testvéreim, ezt nagyon fontosnak érzem, hogy éljük át ennek jelentőségét és súlyát, és tudjunk örülni egymásnak. Olyan jó eső érzés, hogy ismerhetjük egymást. Ugye én azért kisebb városból való vagyok, emlékszem, hogy gyerekkoromban édesapám engem arra tanított, hogy mindenkinek kell köszönni. És akkor én ezt betartottam. Nem tudom, megfigyelték-e. Hogyha nem vonja el valamilyen figyelmet, akkor még itt is előre köszönök, legalábbis igyekszem előre köszönni, még a legkisebb kicsi kölyöknek is előre szeretek köszönni. Mert fontosnak érzem ezt a gesztust. Na lényeg az, hogy hosszú évek után, ugye már több évtizedre otthon vagyok, és hazamentem, épp a bátyámmal dolgozgatom ott a házkörül, és ott jön valaki az utcán, és hangosan ráköszöntem, mert ugye én így tanultam édesapámtól, és visszanézett rám, hogy mit kötözködök. Hát ez a városi betegség. Na most másik sztori, ugye kicsi faluba kerültem az előző helyemen, és hát azelőtt én városban éltem már hosszú évek óta, és hát ugye megszokja az ember, hogy nem köszön, idézőjével is, ugye faluba vagyok, indulok valamelyre, és rám köszönnek, és tisztelom, hova megy? Hát nem nézd már, de szemtelen, még közel hozzá, hogy hova megyek. De, és tudják, mit vettem észre magam? Eltelik néhány esztendő, megyek el otthonról, jön valaki az utcán, ó, Pista bátyám, hova megy? És akkor, amikor ezt észrevettem magamon, akkor esett, hogy hát milyen jó az, ha megkérdezik, hogy hova négy, hogy mit csinálsz, hogy mi van veled. Na, erről beszélek testvérek. És ezt én erre rácsodálkoztam, hál' Istennek, most már ugye több éve faluban élek, ez egy emberibb környezet, mint a város. Miért? Mert megkérdezik, hogy hova négy. Megkérdezünk, hogy mit csinálsz. És talán van még annyi időnk, hogy a kapuban egy kicsit elbeszélgessünk egymással. Mert testvérek, ez jelenti azt, hogy mi összetartozunk. És azt, hogy megmerem mondani, hogy hova megyek, mert nem titok az tulajdonképpen, hanem jó, hogy odafigyeltek rá. És odafigyelek a másikra. Tehát ezt gondolom, hogy érezzünk örömet abban, hogy mi így együtt vagyunk, és ugye szoktuk mondani, hogy a faluban ismerjük egymásnak mindenét, ismerjük az embernek minden oldalát, de még a különbözőségeink, meg hogy mondjam, a gyarlóságaink ellenére is. Jó azért, hogy együtt vagyunk és segítjük egymást. Mert így leszünk emberek. Egyébként meg belőlünk ebben ez az új világ robotokat akar, gépeket csinál. Csinálj mindenki azt, ami a leggyümölcsözőbb anyagilag. De mint a gép. De mi nem gépnek születtünk, testvéreim. Mi lelkek vagyunk. De előző helyemnek a erdélyi kis testvér községében jártunk, és beszélgetek a plébánosra, érdekel, milyen ott az életek. Nagyon
nagyon megtetszett nekem, hogy azt mondta, hogy no, ebben a faluban 300 lelkem van, annyi lélek él. Lélekben szólított az embertársait. Nem tudom, hogy még itt, saját földünkön, mikor érünk oda, hogy újból lelkeknek merjük szólítani egymást, mert egyébként nagyon logikus és bölcs, mert a lélek az, ami megmarad belőlem, hogy a Isten teremtő szándéka szerint. Az én lelkem, az én magam vagyok. Próbáljuk meg, testvérem, a lelket meglátni egymásban, nem csak ezt a mulandó testet, ne csak a mulandó anyagi alaphoz ragaszkodjunk be, kiderül rám az, hogy az én világban semmi nem jelent. Az, hogy milyen lelkek vagyunk, hogy jó lelkű ember vagyok-e, ez az, ami jelent valamit. És testvérem, ezt nagyon hamar kideríthetjük, mert a jó lelkű embert szeretik a többiek. A jó lelkű emberrel jó együtt lenni. És ha nekünk sikerül ezt megvalósítani ebben a kis fogban, hogy mindenki jó lelkű ember és örül egymásnak, akkor ennek híre megy környezetünkben, és a többiek is örülni fognak nekünk, mert a jó lelkű emberrel, a jó lelkű közösséggel jó együtt lenni. Kérjük Szent László királyunk közbenjárását, hogy segítsen jó lelkű emberek kívánni mindannyiunkat. Amen. Testvérem, könyörögjünk szintén. Kérjük testvérem a mindenható Isten, hogy Szent László közbenjárására hallgassa meg kérdéseinket. Add Urunk, hogy hazánk főpásztorai és papjai Szent László király bölcsességével vezessék hívő népedet, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, népünk áldozatos munkáját, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeidben, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Oltalmazd, Urunk, egyházközségünket minden veszedelemtől, Szent László királyunk égi pártfogása alatt, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent Lászlóban lássák meg az erősítő, Istenben bízó ember eszményképét, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy betegeink csodatévő szentednek közbenjárására gyógyulást nyerjenek, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Emlékezzél meg, Urunk, Isten mezeje település minden élő és elhunyt tagjáról. Rólunk, akik így együtt élünk, és szeretnénk a te bölcsességed szerint alakítani az életünket, és mindazokról, akiket már magadhoz szólítottál, kérünk, hogy az ő életüket pedig teljesedjük be üdvözítő szándékot szerint, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, aki Szent László királyban a hit bajnokát és a csodát érdemlő bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az ő nyomdokain járjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Thank you.
méltó és igazságos, élő és üdvös vagy mindig és mindenütt, hálát adjuk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeinek példás élete által az Anya Szent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságot mindenkor kérlek. Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és újonkor énekeljük. Yeah.
miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérjük, Urunk, minden gonosztól, a kérdésen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljük, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolainak, békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki össz és uralkodó mindörökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
kérjük jóságodat, ne vonj meg tőlünk jelen életünkben segítségedet és Szent László király közbenjárására, hát, hogy elnyerjük az örök boldogságot, Krisztus a mi úrunk által. Amen. Testvéreim, a ünnepségünket a Szent László tiszteletére állított szobornál, a Kisi kápolnál folytatjuk. Az Úr legyen veled! És a lelkedben! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szemüse véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála!